A glaukóma vakságot okozó betegségek 10-15%-át teszi ki. Gyakorlatilag tünetmentesen alakul ki, emiatt kiemelten fontos a kockázati csoportba tartozók rendszeres szűrése. Suze oči zadnjih tri nedelje, 21 dan, tako primetila sam nešto, radi kontrole, pošto nisam do sad išla uopšte. Zbog toga sam došla, juče sam čula na TV i zbog toga, radi kontrole. A glaukóma, vagyis a zöld hályog a magas szemnyomás betegsége, amelynek több típusát különböztetjük meg. Közös jellemzőjük a szem hátsó részében található látóideg károsodása. Treba edukácia, hogy znajú, šta imajú vizolcsia. Na vrejme, da znajú, koji sú rizici, koji sú posledice, ako ne vode računa, preventívi. Az előadást és a szemnyomás mérést a Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központ szervezte, amennyiben rendszeresen járunk szemorvoshoz és időben észlelik a betegséget, megfelelő terápiával a betegség súlyosbodása elkerülhető, mondják az orvosok. Unazad već 5 godina, od kako postojimo, kuća zdravlja svake godine obeležava svetsku nedelju borbe protiv glaukoma, jer smatramo da ovo je jedno izuzetno važno obolenje, izuzetno rašireno u populaciji, a podlo i neprimetno. A zöld hályog öröklődő betegségnek számít. Akinek a családjában már előfordult glaukóma, esetleg rövidlátó, cukorbeteg vagy magas a szemnyomása, annak mindenképpen indokolt a szűrésen való rendszeres megjelenés. Bolest je vrlo nezgodnog karaktera, zato što je u većini slučajeva bezbolna, osim kod glaukoma zatvorenog ugla, gde je to praćeno jakim bolom i onda pacijent dolazi na pregled, a kod svih ostalih formi pacijenti u principu ni ne znaju da su bolesti dok se slučajno ne otkrije na nekom oftalmološkom pregledu. A betegség leginkább az 50 év feletti korosztályt érinti. A szemorvosok azonban mindenkinek ajánlják, hogy már 30 év felett rendszeresen látogassanak el szemorvoshoz.